arra gondoltunk, hogy Kínában, ahol nem lehet a YouTube-ot nézni, nincsen ez a csatorna, ott is nézhessék a Magyar Népeses sorozatot, és elkészítettük Sánkhájban a kínai változatát, kínai szinkron a Magyar Népeses sorozatnak. Arra gondoltunk, hogy eljutatjuk a kínai gyerekekhez. Egy nagyon sajátos elfogadási rendszer van, külön intézet foglalkozik a gyerekek számára készített, de vagy bemutatásra kerül filmeket, és ez az intézet egyelőre nagyon szigorú feltételeket szabott, tehát a 100 epizódból nem tudnánk csak egy kis hányadát sugározni. Ezért aztán most törekedtünk, hogy mégis eljusson a kínai nyelvűek számára a sorozat. Feltettük a világhálóra, világban mindenhol élnek nagyon sokan kínaiak, és hát kapjuk is a visszajelzéseket, hogy Kínán kívül a kínai nyelvű nézik és szeretik a sorozatot. Folyamatban van a tárgyalás egy másféle forgalmazási lehetőségről, és hát remélem, hogy az sikeres lesz. Kínával évek óta nagyon jó kapcsolatunk van, általában nem csak Kínával, hanem Kelettel. Most rába szokták mondani, hogy nyitunk Keletre, hát a keletiek sokkal korábban nyitottak felénk, legalábbis a stúdió felé, vagy az animáció területén. Az a helyzet, hogy Egyesült Államok után az angol nyelvű változatnak Ázsiában van nagyon nagy nézőtábora. Valószínűleg sokan nem gondolják, hogy Indiában van a legtöbb angol nyelvű magyar népesének a megtekintése, de ugyancsak Fülöp-szigeteken. Tudnék, belső Ázsiából hoztuk magunkkal a népmeséket és a népdalkincsünket is, csak hát itt Európában már a kereszténység által módosultak, de hát Indiában nagyon sok hasonló történet van, és szerintem Kínában is, ezért is érdekes tulajdonképpen, hogy a magyar népmeses sorozatot próbáljuk eljuttatni, hát figyelembe véve azokat a követelményeket, amik a gyerektartalmakkal szemben, hát ők megfogalmaznak.